Hello mindenki! Közeledik a karácsony, szerintem ezt már mondanom sem kell, a saját bőrünkön tapasztaljuk ezt a nagy ajándékvásárlási lázt, és ugye lehetnek olyan helyzetek, és remélem, hogy te is ebben a problémában vagy. Hát ez aztán nagyon jó bevezető, remélem, hogy neked is ilyen problémád van. Szóval remélem, hogy tudok segíteni abban a problémádban, hogy ha olyan barátodat, ismerősödet, családtagodat szeretnéd megajándékozni, aki közel áll a fotózáshoz, videózáshoz, ilyen esetben ugye felmerülnek a kérdések, hogy egyáltalán mi micsoda, mit érdemes venni, minek örülne legjobban. Azt most sem tudom, hogy ő minek örülne legjobban, de azt el tudom árulni, hogy én minek örülnék, és szerintem jó eséllyel ő is örülni fog azoknak a termékeknek, amiből több mint 30-at válogattam össze neked, és a következő három részes sorozatomban be fogom őket mutatni, illetve elmondom, hogy mennyibe kerül, mire érdemes használni, illik-e a gépére, valószínűleg olyan feladatra veszed, amivel ő foglalkozik a fotózásnak vagy a videózásnak olyan részéhez, ami őt is érdekli. Tehát mindezekre ki szeretnék térni, úgyhogy az elég hosszadalmas duma miatt három részre bontottam ezt a sorozatot, és remélem még karácsony előtt úgy fogunk végezni, bőven a karácsony előtti hetekben úgy fogunk végezni vele, hogy legyen is időd megvásárolni. Nagyjából úgy válogattam össze a termékeket, hogy ez a több mint 30 termék, ez az 1000 forintos, nagyon olcsó kategóriából egészen a 30-40 ezer forintos kategóriáig terjed. Nem vettem bele fényképezőgépeket, illetve objektíveket, ezeknek a többsége nagyon drága. Biztos, hogy sokan megvásárolják karácsonyra is, de én most jelenleg ebben a sorozatban legalábbis nem fogok ehhez tanácsot adni. Ez kimondottan fotózáshoz kapcsolódó kiegészítők, tehát a legkisebb táskáktól a viszonylag komolyabb nevezhető vakukig vagy világító felszerelésekig, illetve mindenféle fotós kiegészítőig terjed ez a kínálat. Úgyhogy annyit még azért hozzátennék, hogy nem fizetett hirdetésről van szó, tehát nem szeretnék semmilyen céget reklámozni. Elképzelhető, hogy becsúszik néhány cégnek a neve, nem fogom egyiket sem megemlíteni, hogy hol vásárold meg ezt. Olyanokat próbáltam válogatni, amik nekem is tetszenének, vagy érdemesnek tartottam az áruk miatt, hogy megvásárold, vagy pedig amiatt, mert maga a termék érdekes. Milyen ajándékot vásárolhatsz fotós ismerősödnek, aminek valószínűleg örülni fog? Lássuk. Vágjunk is bele a dolgok közepébe. Először is egy nagyon-nagyon olcsó ajándékról, 1000 forint sincsen, a Coolman Ferro Ledér Mini 108-as. Fogalmam sincs, hogy hogyan kell ejteni. Egyébként C9565 a hivatalos leánykori neve. Ez egy nagyon pici kis tok. 1000 forintos áron kapható, úgyhogy nagyjából ez az a kategória, ami a céges buliknak a munkatársi karácsonyi ajándékozását fedi le nagyjából. Tudod, amikor kihúztad a kalapból azt a nevet, aki tőled 6 irodával arrébb dolgozik, és körülbelül kétszer láttad a liftbe. Viszont tudod róla, hogy fotózik, és azt is tudod róla, hogy egy nagyon pici kis ultrakompakt géppel nyomja ezt a fotózást. Mindene az a fényképezőgép, állandóan látod nála azon a két alkalmon, amikor találkoztatok, akkor mindig nála volt. És ugye az ő nevét húztad, 1000 forintos áron szeretnél venni neki egy olyan ajándékot, ami egy picit többnek néz ki, mint 1000 forint, akkor ezt a szép kis tokot vásárolhatod meg, ami nagyon szép, azt írják róla, hogy gyöngyvászonból, és azt írják róla, hogy bőrből van, de ezen a képen gyöngyvászon látszik, egy ilyen belülről keményített gyöngyvászon borítású, egész kis exkluzív ilyen formatok, aminek a legnagyobb előnye is látszik a képen, nem az, hogy cipzáros, és nem az, hogy ilyen szép formája van, nem is a piros csík, hanem az, hogy egy válpánt is van rajta. Ez nagyon jól jöhet, ez a válpánt, ugyanis
Ha belegondoltak, általában ezek a pici kis kompakt fényképezőgép tokok, ezek úgy nem tehetők sehová. Most vagy zsebrevágod, vagy beteszed valami táskába, és onnan kotród majd elő, amikor szükséges, vagy a kezedben tartod, hogy akcióra kész legyél, de hát így meg viszont lefoglalja az egyik kezedet. A válpánt viszont tök jól jön. Ráveted a nyakadra, vagy a válladra, magadra ves. Fú. Szóval nyakadba akasztod, lóg rajtad, és kész. A másik két kezedet pedig egész másra tudod használni. Szóval ez egy marha jó kis tok. Sokkal többnek néz ki egyébként, mint amennyi az ára, legalábbis egy drágább terméknek. Egyébként drágább is, egy helyen lehet kapni 990 forintért, legalábbis ennél az árösszesítő oldalnál, vagy az árösszesítő oldal listája alapján. Nem mondom meg, hogy hol keressétek meg. A neve, még egyszer mondom, Kullmann Ferro Leder Mini 108-as. 1000 forint alatt 10 forintot vissza fogtok kapni, már megvásárolhatjátok. Nézzük tovább! A következő termékünk is szintén körül 1000 forintért kapható, méghozzá egy Vekos. Soha nem hallottam egyébként a nevét. Vekos fekete selfie bot exponáló gombbal. Bocsánat, exponáló gombbal. Alig több mint 1000 forintért kapható. Egy viszonylag olcsó termékről van szó. Egyébként a selfie botok nem is olyan drágák. Ezt azoknak érdemes venni, szintén még munkatárs karácsonyi ajándék kategória, akik esetleg mobiltelefonnal vannak beleőrülve a fényképezésnek a rejtelmeibe. Mondjuk mobiltelefonnal olyan nagy rejtelmei nincsenek, de itt van nekik egy selfie bot, amihez van egy exponáló gomb is, tehát lóg belőle egy kis kábel, amit csatlakoztathatsz a telefonodhoz, és a selfie boton lévő exponáló gombbal távolról, ugye, ha eltartod magadtól, a botot kiolthatod az expozíciót. Szuper, nézzük meg egy kicsit közelebbről, ha sikerül kinagyítani. Valahogy így néz ki. A szokásos selfie bot, tehát teleszkópos, kihúzható, nem tudom, hogy milyen hosszú. Egyébként itt van a szélesség, hogy milyen telefonhoz való, valószínűleg ezt jelenti a szélessége, hiszen nem hiszem, hogy a botnak 85 mm lenne a szélessége, tehát 55 és 85 mm közötti szélességű telefonokhoz jó. Ez nagyjából bármilyen mostani viszonylag nagyobb képernyős telefon, tehát nem egy ilyen kis régi nyomógombos marok telefon, hanem nagyjából bármelyik okostelefonhoz jó ez, kivéve a nagyobb fableteket, vagy esetleg tableteket. De aki tablettal szelfizik, az jó ember nem lehet. Az állítható hosszúsága egyébként 22 cm-től 1 méterig terjed, rozsdamentes acélból készült. Fantasztikus és csúszásmentes guminyél kapható hozzá, nem kapható hozzá, ez már hozzá van, hát ez van hozzá. Na, nézzük is tovább, tehát 1100 forintért a Vekos fekete selfie bot exponáló gombbal, karácsonyi buli a munkatársakkal kategória. Még mindig a mobiltelefonoknál vagyunk, és még mindig a selfizésnél. Vásárolhatsz körülbelül 1500 forintos áron egy Bluetooth selfie bot távirányítót. Tehát, hogyha ezt nem azzal a kis kábellel akarod megoldani, vagy nincs ilyen lehetőség a selfie botodnak a végén, tök mindegy, hogy melyik végén, akkor vásárolhatsz egy kis Bluetooth-os selfie bot távirányítót, tehát csatlakoztatod, vagy összepárosítod a telefonoddal, hogy felismerje ezt a kis távirányítót. És ha jól látom, akkor egy kis gomb elemmel működik, és két gomb van rajta. Az egyikkel a Kamera 360 iOS-es alkalmazás vezérelhető, a másik pedig az androidos telefonokhoz jó, tehát akár iPhone-nal, akár bármilyen androidos okostelefonnal használod, ami természetesen Bluetooth kompatibilis, már pedig az újabbak közül most már mindegyik olyan, akkor ezzel távirányíthatod és messziről is kioldhatod a fényképezőgép, vagyis a kamera funkcióját a mobiltelefonodnak, de hogyha nincsen selfie botod, akkor ezt a mobilos kamera expozíció távkioldójaként is tökéletesen működik egy kis állványról, vagy bármilyen másról. 1500 forintért kapható ez a kis termék. Biztos, hogy örülni fog neki, aki kapja, vagy nem.
2000 forintnál járunk, ami még mindig nem sok, és itt vásárolhatod meg, vagy ennyiért vásárolhatod meg a Camlink CLCB31-es kis táskát. Ez egy övtáska, de van hozzá válpánt, egy hordszí is, ahogy látjuk itt a leírásba. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egyébként, ugyanúgy, mint bármilyen más fotós táska. Kívül ilyen gyöngyvászon borítású, korlátozottan egyébként vízállóak szoktak lenni ezek. Belül természetesen bélelt, hogy védje a kamerát. A mérete pontosan nem derül ki, de ez a 16x18 vagy 16x18 és feles, valószínűleg a 16 az a belső mélységét jelenti, tehát körülbelül 16 centi a belső tartórekesznek a mélysége, és 14x14 cm széltében, hosszában a kis tok. Ez már alkalmas lehet akár egy bridge fényképezőgépnek a fogadására is, magában, vagy nagyon kevés apró kis kiegészítővel, illetve egy kisebb belépőszintű tükörreflexes fényképezőgépet is beletehetsz valószínűleg egy alapobjektívvel, például a 18-55-ös objektívvel. Ez egy nagyon kis kompakt tok, tehát olyan esetben ajánlott, amikor egy kirándulásra csak éppen magadra aggatod, vagy magára aggatja majd az a fotós, aki megkapja, és az alap felszerelésével, az alap objektívjével mondjuk elmentek valahová kirándulni. 1880-1900 forintos áron kapható, szerintem elég baráti, bár ez egy nem egy nagy márkás cég, aki készíti, de viszont olyan óriási nagy különbségek nem szoktak lenni egyébként. Minden egyes tok és minden egyes táska kínai, hogy Camlink van ráírva. Apró tervezési különbségek, illetve szolgáltatásokban lehetnek különbségek, de szerintem ennek a táskának többet nem kell szolgáltatnia, mint hogy viszonylag biztonságban, viszonylag ütésmentesen el tud zárni egy kisebb felszerelést. Repüljünk is tovább. Körülbelül 2000 forint körül tudsz vásárolni különböző objektív vagy LCD tisztító felszereléseket fotósoknak. Ez fogyócikk, fogyóeszköz, úgyhogy ez mindig jól jön. Az egyik legjobb márka, és vagy az egyik legelterjedtebb márka, ki hogy értékeli, a Lenspen nevű márka. Tőlük itt ez az FK1D Fog Clear nevezetű kendő. Ez nem egy összetettebb pucoló felszerelés, hanem csak egy kendő, körülbelül ilyen 1500 forint környékétől kapható. Ami a különlegesség, hogy ez egy páramentesítő kendő, tehát hogyha letörlöd vele mondjuk a fényképezőgépnek az optikáját, vagy az LCD-t, akkor sokkal nehezebben fog utána rácsapódni a pára. Ez a kendő egyébként nem csak egy alkalommal használható, tehát kibontás után kiszárad, hanem 200 alkalommal, nem próbáltam ki, ezt állítja legalábbis a gyártója, körülbelül 6x7 inch méretű, ami olyan 15x18 cm körülbelül. De viszonylag lényegtelen is a dolog. Szóval egy ilyen kis Lenspen törlőkendő nagyon jó társ lehet. Fogyóeszköz, tehát minden fotós, valószínűleg ez bárkinek, ha nem tudod, hogy pontosan milyen felszereléssel fotóz, akár kompakt, akár nagy profi tükörreflexes fényképezőgép, akár egy kisebb tükörreflexes bridge gép, tök mindegy, ez valószínűleg jól fog jönni. Ez egy olyan eszköz, ami tök jó van. Nézzük tovább. A következő ajándék ötletem kimondottan a tükörreflexes fényképezőgépek tulajainak szól. Ebben az esetben egy Canon gép tulajdonosának vásárolhatod ezt meg, teljesen mindegy, hogy milyen Canon. Ha a tükörreflexes digitális fényképezőgép bármilyen Canonra működik, ez a kis adapter, ez egy elég spéci cucc, tehát azért érdemes előtte érdeklődnöd, hogy egyáltalán igény van-e valami ilyesmire. Hogyha akinek ajándékozni szeretnél régi fényképezőgépekről való objektíveket használ, tehát például Zenit vagy Praktika fényképezőgépekből megörökölt vagy vásárolgatott optikákat használ, és gyakran cserélgeti a végükön a gyűrűt,
Ami gyűrű, egyébként ugyanez a gyűrű, arra való, hogy rámenjen ez az objektív, ami egy csavaros menetű, a Nikon, illetve Canon bajonettes fényképezőgépekre, ebben az esetben Canonról beszélünk, tehát ez csak ahhoz való, akkor jó úton jársz, és valószínűleg el fog kelni még egy ilyen, hogyha nincs mindegyiken. De hogyha esetleg tervez ilyen objektíveket vásárolni, vagy rákérdezel konkrétan, hogy szeretne ilyet, és azt mondja, hogy igen, akkor biztos, hogy jó úton jársz, ha azt mondja, hogy igen. Szóval akkor megvásárolhatod az M42 EOS bajonett átalakító gyűrűt Canon fényképezőgépekre való bajonett. Bajonett átalakító gyűrűt, nem tudom kimondani azt, hogy bajonett, de... Szóval 2500 forint környékén lehet megvásárolni, viszonylag drágának tűnik, de ez egy elég nyomott ár érte. Kínából persze mindent olcsóbban, de hát Magyarországon vagyunk, a magyar árakat nézzük. Tehát, hogyha itt most feleségek szeretnének a fotós férjüknek vásárolni, akkor ez egy tökéletes kiinduló, vagy tökéletes segberúgás ahhoz, hogy vásárolj apukám innentől jóval olcsóbb objektíveket, nem olyat, mint a múlt hónapban, 250 ezer forintért, van 2500 és sokkal olcsóbb, hozzátessék, itt van a 2500 forintos adapter. Úgyhogy egy tökéletes választás ez ahhoz, hogy egy picit presszionáljuk az úriembert, vagy a hölgyet, ahhoz, hogy az olcsóbb optikák is akár megfelelők lehetnek neked. Na, szóval M42-es EOS bajonett átalakító gyűrű, ami arra való, hogy a Canonra, mondom már harmadszor, rátegyük az M42-es menetes Zenit, Praktika, Pentax, stb. Régi-régi objektíveket. A következő kategórián szintén, szinte minden fotósnak kedvére lesz majd, vásárolj nekik elem, vagyis akkumulátor, pontosabban akkumulátor készletet. Tökéletesek lehetnek, és az egyik legjobb márka, amiért oda vannak a fotósok, és egyébként személyesen én is kizárólag ezt használom, az a most már Panasonic, régebben Sanyo Eneloop sorozat, vagy család. Ebből én a kisebbet használom, igazából csak hagyománytiszteletből, vagy megszokásból, mivel mindig is azt használtam, tehát a fehéret használom, de van belőle erősebb, valamivel drágább fekete változat is. Néhányak szerint az talán nem annyira jó, mint ez a régi. Én nem tudom megerősíteni, a régi biztos, hogy nagyon jó, és olcsóbb. Tehát ez a fehér, ez körülbelül már olyan 2600 forint környékétől is kapható, legalábbis itt a 31 ajánlat szerint, az egyik szerint. Úgyhogy próbálkozzatok meg vele, 4 darab kis akkumulátor jár érte, úgyhogy vásároljátok meg, mindig jól fog jönni. Tehát akinek tükörreflexes gépe van, és saját akkumulátoros a fényképezőgépe, annak is jól fog jönni, hogyha van külső vakuja, ugyanis a külső vakuba szinte mindig ceruza elemeket kell használni, általában 4-et, legalábbis a jobb teljesítményűekbe. Hogyha viszont kisebb gépe van, akkor az is, arra is nagy az esély, hogy ez ilyen ceruza elemekkel, vagy akkumulátorokkal üzemel, úgyhogy arra is marha jó lesz. Ennek egyébként az a legnagyobb előnye ennek az Eneloop sorozatnak, hogy ha feltöltöd és úgy hagyod, akkor sokkal kevésbé kezdi el veszíteni a töltését, mint egy normál ceruza akkumulátor, amit hogyha úgy hagysz, 2 hét múlva beteszed a gépbe, akkor érdekes módon a gép nem indult el, pedig 2 hete már feltöltötted. A következő termékünk ismét egy lenspen, de ezúttal egy átfogóbb, az előbb egy kendőt néztünk, egy páramentesítő kendőt, most pedig egy ilyen lenspen kis, azért nézegetek itt az asztalon, hogy hát, hogyha van pont itt valami, ehhez hasonlóról van szó egyébként, tehát egy ilyen kis toll alakú, amit akár így zsebre, vagy tollként betehetsz az ink zsebbe is, aminek az egyik végén egy tisztító található, de szerintem itt a képen valamennyire látszik is, és lehet, hogy még jobban látszik. Tehát az egyik végén egy tisztító található, amivel bármiféle ilyen képernyőt, vagy az objektívnek az elejét megtisztíthatod. Nem mindig egyforma szokott lenni, tehát általában két különböző tisztítóeszközről beszélünk, aminek teljesen egyenes a vége, az általában egyenes felületekhez való, tehát mondjuk LCD, hátsó LCD képernyőről a
új lenyomatokat tudod vele eltávolítani, vagy tudja vele eltávolítani, akinek ezt vásárolod, ami pedig egy ilyen picit ilyen homorú felületű, azzal az objektívet lehet tisztítani, ugyanis az objektívnek a lencséje az ugye egy kicsit domború, és a homorú eszközzel nagyon szépen lehet megtisztítani. Ez, ha jól tudom, objektívekhez való, amit éppen most ajánlok, körülbelül olyan 300 000 forint, Jézusom, 3000 forint alatt vásárolható egy pár fityinggel, és igen, és igen, ez egy homorú tisztító eszköz, tehát ez objektívek, a koszos objektívek megtisztításához ajánlott. Aktív szenes egyébként, ez található rajta a tisztító felületen, és ez nagyon szépen eltávolítja például a zsírosabb szennyeződéseket is. A másik végén pedig egy ilyen kis kitolható ecset található, amivel előtte letörli a nagyobb porszemeket az objektívről, aztán pedig jöhet a kupakos megoldás és az aktív szenes tisztító vég. 2-3 évig biztos, hogy kitart egy ilyen tisztító toll. Kicsit meglepődtem, de 3500 forintért már kapható derítőlap készlet. Ez a derítőlap készlet, ez gyakorlatilag egyetlen egy derítőlapot jelent, viszont ez 5:1 derítőlap, nagy része az 5:1 vagy 2:1 derítőlap, ugyanis két oldala van, majd lehet hozzá húzatot is venni. Tehát ez egy 5:1 derítőlap, nem biztos, hogy mindenkinek fontos ez, de aki úgy komolyabban bele van mélyedve a fotózásba, és esetleg már van is neki ilyen, nem baj, ha van neki kettő, az is jól jön, de ha meg nincs, akkor pedig nagyon jó, hogyha vásárolsz neki derítőlapot. A derítőlap semmi másra nem jó, mint hogy érkezik egy fényforrás, mondjuk innen egy lámpa fénye, akár a napnak a fénye, és a másik oldalra oda teszed, egy lényegében egy visszaverő felület, ami azt a fényt a másik oldalra kissé gyengébben, de szépen visszaveri, megderíti, és ez egy kihajtható, összecsukva szerintem körülbelül olyan, nem is szerintem, oda van írva, 30 centit mondtam volna, de 32 centiméteresre lehet összehajtani, kihajtva pedig 80 centiméteres. Később majd csinálok erről egy videót, hogy pontosan hogyan működik ez, illetve hogy hogyan kell ezt használni, de nagyon jó bármilyen fotósnak, aki egy kicsit mélyebben van benne a fotózásban, tehát nem csak hétvégi kattingató, tehát aki már mondjuk szánt arra pénzt, hogy mondjuk egy tükörreflexes gépet, vagy egy nyílt gépet vásároljon magának, vagy azt használ, teljesen mindegy, hogy kivette neki, annak egy derítőlap is jól fog jönni, biztos, hogy örülni fog neki. Ez egyébként egy méretben is egy viszonylag nagy derítőlap, úgyhogy például portré képek derítéséhez, hogyha nem akar valaki, vagy nem tud vakut használni, kint szépen süt a nap, egyik irányból a nap süti, a másik irányból pedig ez a derítőlap visszaveri a fényt. Azért 5:1, mert különböző húzatokat lehet hozzá kapni, amitől különböző színű felületekkel tudod visszaverni, tehát van ezüst színű, van aranyszínű visszaverő, van fehér színű visszaverő, aztán van ilyen diffúz lap is, amivel így átsüt rajta a fény, és egy kicsit megtöri, nem olyan élesek az árnyékok, illetve van egy fekete felület is, amivel pont, hogy kizárhatod a fény visszaverődését, éppen hogy sötétíteni tudod. Ez az 5:1 derítőlap, és már 3500-ért lehet kapni. Nem tudom, hogy milyen a minősége, valószínűleg ez valamilyen Kínából behozott nagyon olcsó derítőlap, de igazság szerint ennyiért bármilyen derítőlap, ami működik, és miért nem működne, ez egy kihajtható műanyag, fémkarika rajta műanyag vászon. Cucc, miért nem működne. Szóval 3500 forintért még egy próbát is megér. Úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet fotósoknak, aki egy kicsit mélyebben benne van ebben a témában. Szintén még 3000 forint alatt vagyunk, sőt 2500 forint alatt. Ez a Meike, ami egy német nevű, de egyébként kínai gyártmányú távkioldó, de nem konkrétan ezt akarom ajánlani, hanem azt akarom csak ezzel bemutatni, hogy 2500-3000 forint környékén ebben a kategóriában már kaptok olcsó kábeles, vagy pedig infra
távirányítókat a fényképezőgépekhez. Ez leginkább a tükörreflexes fényképezőgépek tulajdonosainak lesz majd hasznos, ugyanis a kicsi kompakt gépeknél, főleg az olcsóbbaknál nem mindegyik támogat semmilyen távkioldót. A nagyobb gépeknél, nagyobb bridge gépeknél már előfordul, hogy van ilyen bemenet, vagy esetleg infrással is működik, de nagyon meg kell néznetek, ebben az esetben, hogyha távkioldót vásároltok, nagyon meg kell néznetek, hogy milyen géphez veszitek, tehát akinek veszitek, annak milyen fényképezőgépe van, az támogatja egyáltalán ezt a fajtát. Úgyhogy az a legjobb, hogyha megkérdezitek, hogy pontosan milyenre van szüksége, vagy szüksége van-e ilyenre, és ha igen, akkor már körülbelül olyan 2000-2500 forinttól kaphattok ilyet. Ez, amit most itt bemutatok nektek, ez a Meike MKDC1, C3, ez a Canonnak a magasabb szériáihoz való, tehát a középkategóriá, illetve a profi kategóriájú gépeknek a távkioldó bemenetébe csatlakoztatható kis kínai. Nem tudnak ezek általában más, mint hogy félig lenyomva ezt a távvezérlőnek a egyetlen egy gombját elkezdi beállítani az autofókuszt, és fényt mér a rendszer pontosan ugyanúgy, mint a fényképezőgépen, ha félig lenyomjuk az expozíció gombot, és ha teljesen lenyomjuk, akkor kiold, tehát akkor elkészíti a képet távolról, ami 80 cm-t jelent, tehát 80 cm a vezetéknek a hossza. A másik pedig, hogy általában szokott ezekben lenni egy beakasztó funkció, tehát hogy ezt a gombot, ezt kicsit előre tolva beakad, és akkor folyamatosan nyomva tartottnak érzékeli. Ebben az esetben hosszú másodperces expozíciókat, úgynevezett B expozíciós időt is ad nekünk ez a kis eszköz. És ennyi. Nézzük tovább. Mai utolsó termékünk szintén az elhivatottabb fotósoknak javasolt, szóval a JJC RC1GR esővédő húzat, egyébként szintén egy kínai termékről van szó, 4600 forintért kapható azoknak a fotósoknak, akik igazi elhivatott természetfotósok, és hajnalok hajnalán, ködben, sárban, esőben kijárnak, féltett felszerelésükkel, drága fényképezőgépükkel, nagy teleobjektívükkel a határba, az erdőbe, tök mindegy, hogy hová, és órákat ülnek csendben, hogy várják a vadakat. Egy nagy segítség lehet, amennyiben nem lesz sátorban vagy védett helyen dolgozik az illető, vagy előfordul, hogy nem mindig ott dolgozik, akkor ez egy életmentő felszerelés lehet, ugyanis ráhúzhatjuk az objektívre és a fényképezőgépre. Fönt van egy kis ablak is, amin látjuk az adatokat, hogyha fölülről nézzünk a fényképezőgépre, látjuk, hogy melyik tárcsa hol áll. Az elején van egy luk, ami összehúzható, ahol kilát az objektív, illetve oldalt is van egy luk, ahol be tud nyúlni a fotós, és tudja vezérelni a fényképezőgépet, hátul természetesen belelát a fényképezőgépbe. Amúgy teljesen vízhatlan anyag, eshet az eső, jöhet a köd, a fényképezőgép, ha nem is teljesen van elszeparálva a környezetnek az ártó hatásairól, tól, de azért jobbára igen. Ráadásul ugye ez egy terep színű, tehát a környezetbe nagyon szépen bele tudnak olvadni a felszereléssel. És mára szerintem befejeztük, mert eléggé eldumáltam az időt. Több mint 30 termékünk van egyébként, úgyhogy ha velem tartotok a jövő héten is, nagyjából ugyanebben az időben, én úgy tervezem, hogy kedden, akkor folytatom ezt a sorozatot, és megnézzük, hogy mit érdemes venni 4632 forint fölött fotós ismerősünknek. Második rész következik. Sziasztok!